Pisztolyos sportlövő, junior Európa-bajnok, felnőtt Európa-bajnoki ezüstérmes, emellett három alkalommal kapta meg az év legjobb sportlövője címet. Nem utolsó sorban pedig ott lesz a Londoni Olimpián. Ő Csonka Zsófia, a PTL hallgatója, szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen. Milyen út vezetett az olimpiai kvalifikációig? Hosszú. Hosszú út volt. Én a Pekingi olimpia után egy picit abba hagytam a lövészetet. Ez egészen konkrétan másfél év nagy versenyektől való visszavonulást jelentett illetve egy EB-n indultam el ez alatt az idő alatt, és végül is úgy döntöttem, hogy mikor Pesten befejeztem a, a TF-et, és megszereztem az első diplomámat, akkor elmentem Spanyolországba egy évre, a PTE kapcsán amúgy Erasmus hallgatónak, és, és, a kinti időszakban egész jól felüdültem, és, és újra elkezdtem lőni és ennek a gyümölcse volt ez az elvéjezőst, amit, amit említettél is. Ezután döntöttem el, hogy még egyszer nekifutok ennek a nem egyszerű küzdelemnek, ami egy olimpiai felkészülést jelent. Nem volt egyszerű, de szerencsére sikerült, és sajnos csak nekem sikerült a női, női pisztolyosok közül, megint, sőt az egész pisztolyos magyar társadalomból, ahogy Pekingben is csak én voltam kint, úgyhogy most nagyon-nagyon kevesen leszünk, és ez, ez sosem jó, mert az ember nyilván szeret nagyobb csapattal utazni. Most harmadik alkalommal leszel kint az olimpián, felkészültebb lettél-e, tapasztaltabb? Bár most az elmúlt időszak az nem volt egyszerű a felkészülés, nagyon sok gond volt, ami, ami így felültette a fejét, Ettől függetlenül nyilván bízom benne, hogy nem csak idősebb lettem, hanem, hanem valóban tapasztaltabb is, ami nyilván egy bizonyos ponton túl elkerülhetetlen, mert az ember ha akarja, hanem magára szed olyan tapasztalatokat, amik, amik remélhetőleg segítenek majd. A teher is más, mert nyilván egy harmadik olimpiájára készülő embertől mindenki elvárja már, hogy pont az említett tapasztalat miatt esetleg sokkal könnyebben veszi az akadályokat. Ez nem biztos, hogy így van. Minden esetben nem érzem azt, hogy, hogy hátrány lenne, hogy, hogy én már két olimpián kint voltam, de ez nem is feltétlenül jelent akkor előtt, mint ahogy az kívülről tűnhet. Másélnél egy kicsit arról, hogy hogy néz ki egy edzés, milyen instrukciókat kapsz az edzőtől, hogy képzeljük el? Hát az én edzés helyzetem szintén nem egyszerű, mert az edzőm, aki a bátyám is egyben, ő másik városban él, úgyhogy így az edzéseket többnyire egyedül végzem. Mondjuk ez az elmúlt időszakban is, tehát az elmúlt olimpiákra való felkészülés ideje alatt is legtöbbször így zajlott. Emellett, mint diplomás szakedző, én is nyilvánvalóan tudom a saját felkészülésemet nagy részben irányítani, ettől függetlenül nem egyszerű, tehát ez sosem egyszerű, hogyha az embernek önmagának kell lenni több szerep betöltésére alkalmas élnek, úgyhogy ettől függetlenül, ahogy ezt a képeken is talán majd látszik, elég monoton belsőleg is és külsőleg is nézni egy, egy tehát lényegében a, a találat legpontosabb kivitelezése a cél minden esetben, ami nyilván nem egyszerű, főleg egy, egy versenyszituációban, hiszen ugyanazokkal a, a belső folyamatokkal küzdünk, akár biokémiai szempontból is, mondjuk, mint egy bármilyen más dinamikus sportágat végző ember. A különbség az, hogy nekünk minden statikus helyzetben kell tudni gyakorlatilag agyi és, és mentális folyamatok révén leredukálni. Mi az, amit vársz magad a Londonban? Azon túl, hogy szeretnék nagyon jó versenyeket. Tehát most ez ugye mit jelent hanem nem körettségről beszélünk, pont ezekről a lelki folyamatokról, ami, amiről már szó esett, hogy minél... Tehát amikor az ember úgy áll hogy na, ez egy nagyon jól sikerült verseny volt, mindent meg tudtam csinálni, át tudtam lépni önmagamon, ugye? Mert hát gyakorlatilag mi önmagunkkal küzdünk. Emellett pedig azt hozzáteszem, hogy, hogy nálunk nagyon nehéz a formaidőzítés, tehát ezért papírformák nálunk nem is nagyon készülnek. Ha készülnek, azok rendre megdőlnek. A világon is 10-15 helyezettje gyakorlatilag bármikor képes arra, de még, még megkockáztatom, hogy a fekete lovak ebben nincsenek is benne ebben a 15 főben, hogy olimpiai bajnokok, döntősök, érmesek legyenek. Úgyhogy maradok az eredeti terménél, és, és ebben a statisztikában ilyen értelemben nem, nem gondolkozom, hogy nem megyek bele, hanem, hanem önmagammal foglalkozva szeretném a legjobbat nyújtani. Én ehhez sok erőt kívánok, és várunk vissza ide a beszélgetéssel. Köszönöm majd. szépen! Köszönöm szépen.